A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkra előbb harcias, majd táncos témákkal készültünk Önöknek, de foglalkozunk a látás hónapjával és az immunerősítéssel is. Tartsanak velünk! Országos haditorna versenyt rendeztek városunkban. A legjobb csapat képviselheti Fejér megyét a 2023-as tavaszi országos döntőben. Nagyon fájlítja a lábát, valószínűleg törése van. És mit csinált vele? Hát rögzítettem a lábát. Segítség nyújtás a bajba jutott katonatársnak. Futás gépfegyverrel. Három találat. És légpuska lövészet. Most szerencsére nem éles helyzetben, az országos haditorna verseny résztvevői hajtottak végre különféle katonai feladatokat a Bregyó Sportcentrumban. Egy-egy gyakorlatnál szellemi és fizikai felkészültségre is egyaránt szükségük volt a diákoknak, erre külön hangsúlyt fektettek az iskolai tanórákon. A techi órák elég kemények, külön közelharcedzések hasonlók, ott is kapjuk a fizikai terhelést rendesen, úgyhogy külön esetleg szakkör keretén belül nem készültünk fel. De mindig oda tesszük magunkat, és techi órán erre viszont külön kitértünk mindig, hogy mi megyünk haditornára, úgyhogy ilyesmi, tehát futás, hasonlókra nagyon ráfókuszáltunk. Az Árpád Technikum tanulói között akadt olyan is, aki már nem először vett részt a megmérettetésen. Márknak idén csupán egyetlen célja volt a győzelem. Én már tavaly is neveztem erre a haditorna versenyre, és akkor sikerült kisebb hibákat ejteni, amit szeretnék idén kijavítani, illetve idén úgy próbálok idejönni, hogy csak a győzelem. Más nem számít. Az Árpád tanulója azt mondja, a tavalyi hibáit igyekezett kijavítani, ezeket tartotta szem előtt a felkészülésnél. A Matrix futást azt nagyon elrontottam. Rosszul értelmeztem a térképet, és visszafele futottam. Akkor az idei évre hogy készültél? Hát mentálisan volt egy jó kis 40 kilométeres túra, amin segített így felkészülni. Nagyjából nekem ennyi volt az ilyen felkészülés. Inkább mentálisan készültem fel erre. Az évekre visszanyúló, immár hagyományosnak számító versenyre 14-18 éves fiatalokból álló négyfős csapatok jelentkezését várták, amelynek feltétele volt idén, hogy egy lány is legyen közöttük. A feladatok évről évre hasonlóak, a katonaság kihívásait tartják ilyenkor szem előtt a szervezők. Alapvetően katonai pályához köthető versenyfeladatok lesznek, tehát fegyveres váltófúdás, akadálypályán való véghaladás, távbeszélés, honvédelmi tudó, tehát fizikai és szellemi erőpróba is vár a fiatalokra. Németh Andor elmondta azt is, ha szükséges, biztosítják a versenyzők számára a kellő felkészülést. Alapvetően minden csapat önállóan készül fel, mivel ez a verseny már évek óta hasonló keretek között zajlik, igazából nem titok az, hogy milyen feladatokra számíthatnak, hogy alapvetően önállóan készülnek fel, de ha van igény, akkor a toborziroda munkatársa is tudják segíteni a felkészülést. A feladatok teljesítésénél azonban olykor-olykor bizony adódhatnak nehézségek. A fiatalok föl vannak rá készülve, tehát alapvetően fizikai vagy egyéb kihívás számukra ez nem jelent. Nyilván vannak, mikor főleg az időjárás körülmények esetleg nehezítik a versenypálya teljesítését, de jól szokták érezni magukat, és végig teljesíteni tudják a távokat. A legjobbak éremmel és serlegekkel gazdagodhattak. A 13 csapatból az első helyezett képviselheti majd megyénket az országos döntőben. Ismét népzenétől volt hangos a Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Központ, ahol 10 táncegyüttes mutatta be koreográfiáját. A középpontban az együtt töltött idő és a tánc öröme állt. Az Ikarus Senior Táncegyüttes fellépésével kezdődött az Amatőr Néptánc Egyesületek találkozója a Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Központban. A néptáncosok körében közel egy évtizede fogalmazódott meg az a gondolat, hogy továbbképzési jelleggel szervezzenek hasonló rendezvényeket, amelyen szakértők mondhatják el véleményüket, hogy egy-egy tánccsoportnak miben kell még fejlődnie. Bő egy évtizede még a Fejér megyei művelődési központba
illetve jó néhány táncegyüttes fejébe megfogalmazódott az, hogy de jó lenne, hogyha a megyei, fehérmegyei táncegyütteseknek is lenne valami szakmai plénuma, illetve egy olyan fórum, ahol szakmai zsűri el tudja mondani a véleményüket, építő jellegű kritikákat fogalmazhat meg, és útba egyengetni, illetve az úton egyengetni tudja a szakmában az együtteseket. Ez nagyon szépen zajlott egy 5 évvel ezelőttig, és utána az Alba Regia Tánc Egyesülettel mi is bekapcsolódtunk ebbe a szervezésbe a Megyei Művelődési Központtal, és adtuk neki ezt a most és aktuális mezőföldi dallam egyik szövegét, Sirken járó, Sarkon járó, Fehér megyei amatőr néptánc együttesek találkozóját. Ez 2 évvel ezelőttig régiós volt és minősítő verseny. Az fogalmazódott meg a fehérmegyei csoportokban, hogy ne kelljen már mindenért versenyezni, hanem ők inkább találkoznának egymással, és ez bő egy éven belül már 3. valósult meg. Tavaly október 2-án a Csóri Sándor Népművészeti Fesztivál elmaradása helyett, mint fehér színei, ugyanitt ezen a csodálatos helyszínen, a Szárazréti Kultúrudvarban 17 fehérmegyei táncegyüttessel egy fantasztikus gálát és egy pikniket tartottunk, majd idén június 11-én az első Kárpát-medencei Csóri Sándor Népművészeti Fesztivál keretén belül 400 fehérmegyei táncos töltötte meg népzenével, tánccal, énekkel és jó hangulattal a belváros. Október 2. szombatján rábaközi táncokat és székelyföldi forgatósokat is láthatott a közönség. A színpadra lépésnek mindössze 1 feltétele volt. Egy számukra a szívüknek, illetve a lábban lévő legjobbnak ítélt koreográfia, amivel kiállhatnak a zsűri elé, tehát legjobban reprezentálja azt, hogy most jelenleg ők milyen karban vannak tartva. Ezt kértük tőlük, ne haladja meg mondjuk a 8-9 percet a koreográfia, és ami a legfontosabb, hogy minden koreográfiát a Galiba zenekar kísér, mint központi zenekar, kivéve az Icarus Senior Táncegyüttes, akik saját maguk fogadták fel zenészeiket. Egyebek mellett Csók, a kői, bodajki és székesfehérvári néptáncosok perdültek táncra, hogy bemutassák koreográfiájukat. A táncosok között akadt olyan, aki már 22 éve tanulja a néptánc művészetét. Bakonyi Balázs és csapata Sárbogárdról érkezett városunkba, hogy egy délalföldi stílus mutassanak be a színpadon. A fiatal tehetség azt mondja, a tánc számára nem csupán hagyományőrzés, hanem egy életforma, amely kiváló eszköze a közösségépítésnek is. Mondhatom, hogy bizonyos szempontból véremben van, mert édesanyám is táncolt annak idején, és tőle örököltem a tánc iránti szeretetemet. Ez szerintem viszont sok esetben tehetségtől függ, hogy ki mennyire képes elsajátítani, ugyanis ha valakinek mondjuk nincs olyan jó ritmusérzéke, annak lehet, hogy nehezebb és több időbe telik, de szerintem az is megtalálja a neki való néptáncot. A Székesfehérvári Táncegyesületben újoncnak számító Nánási Anna is fellépett csapatával a rendezvényen. Ők egy felcsíki koreográfiával készültek. Elmondta, számára bizony vannak olyan lépések, amiket nem olyan könnyű elsajátítani. Az új táncoknak a lüktetését és az egész tartását nehéz hozzá alkalmazkodni, de meg lehet szokni és bele lehet jönni egy idő után. A Sirkenjáró, Sarkonjáró nevet viselő rendezvényen összesen 10 fiatalokból és idősekből álló táncegyüttes vett részt, akik a bemutatót követően a táncházban együtt ünnepeltek.
október a látás hónapja. Ennek apropóján meghívtam stúdiónkba Cserta János optometristát. Szeretettel köszöntelek. Köszöntelek én is. Nagyon fontos ez a téma, úgyhogy ehhez most én is magamon hagytam a szemüvegemet, amit egyébként szerintem nagyon helytelenül, kicsit most példát szeretnék mutatni a nézőknek, rossz példát, valószínű, hogy mondjuk mindig kéne hordanom, de én csak munka közben hordom. De általában, hogyha a szemüvegre van szükséged, akkor azt általában mindig kellene hordani ahhoz, hogy élesen láss, illetve hogy a látásod is megfelelően megmaradjon, ne romoljon. Mondjuk ez ilyen képernyő védővel ellátott dolog, és akkor én úgy vagyok vele, hogy akkor a gép előtt ülök 8 órát, akkor legalább ott védje a szememet. Pedig tudom, hogy vezetéshez is kéne. Beszéljünk egy picit erről, hogy miért fontos az, hogyha mondjuk valaki szemüveges, akkor tényleg odafigyeljen erre. Hát eleve, hogyha szemüvegesek nem lát élesen, az élet egy csomó apró örömétől el fog esni, hiszen az kimarad az életéből, egy csomó információtól. Az információk az agyunkba, a szemünkön keresztül, a 90%-a jut a szemünkön keresztül, úgyhogy ezért is érdemes élesen látni. Ha veszünk egy gyereket, aki szerencsétlen bent ül az iskolapadba, akár nem is látja, vagy rosszul látja azt, amit a tanár a táblára ír, rosszul látja a diákokat. Ha kisgyerekkorban például miópiás, mínuszos szemet nem korrigálnak ki, akkor az a gyerek csak a közvetlen kis környezetét látja élesen. Ezek a gyerekek általában be is zárkoznak, begubóznak, nem nyitnak a világ felé, hisz nem ismerik, nem látják, félnek tőle. Erről még fogunk akkor később beszélni, és mondjuk annak meg lehet a veszélye, hogy mondjuk, hogyha csak mondjuk a nap felében viseli valaki a szemüveget, akkor romlik ezáltal? A felnőttnél már nagyon nem. Viszont nagyon sok olyan panaszt okozhat, ami fejfájás, rossz közérzet, idegesség, akár hány inger, téveszt például a munkájában, úgyhogy ezért érdemes hordani állandóan ezt a szemüveget. Picit kanyarodjunk, akkor vissza a beszélgetés elére, úgy kezdtük, hogy október a látás hónapja. Egyébként azt tudjuk-e, hogy milyennek a háttere, miért pont az októberi hónapot jelölték ki erre, és mi mindenre szeretnék felhívni ezzel a figyelmet? 17. éve lesz megrendezve, vagy van megrendezve idén októberben az október a látás hónapja kampány. Amikor elindítottuk, akkor arra gondoltunk, hogy nagyon sok ember nem hord szemüveget vagy kontaktlencsét, nagyon sok ember nem volt még soha szemvizsgálaton, sejti valószínűleg, hogy nem lát jól, de ennek nincs teljesen tudatában. Az újabb felmérések azt mutatják, hogy azok, akik kontaktlencsét, szemüveget hordanak, azoknak a nagy százaléka nem megfelelő korrekciót visel, hiszen nagyon-nagyon ritkán mennek el egy ilyen látásvizsgálatra, látásszűrésre, nincsenek vele tisztában, hogy ennél sokkal jobbat is kaphatnának. És arra gondoltunk, hogy október, amikor már lemegy a nyár, lemegy a szeptemberi iskola kezdés, kezdődnek már ezek a korábban sötétedik, szürkébb napok, amikor még jobban hatványozódik az, hogy rosszul látunk, hogyha nincs megfelelő korrekció a szemünk előtt szemünkön, akkor megpróbáljuk becsologatni az embereket a látásvizsgálati pontokra, optikákra, és megpróbáljuk nekik megmutatni, hogy láthatnának jobban, vagy megnyugtatni őket, hogy teljesen tökéletes a látásuk, tökéletes az az eszköz, szemüveg, kontaktlencse, amit hordanak. Egyébként az esetek tudjuk hány százalékában igazolódik be az, hogy rendben van a szemünk? Az kevés. Inkább azok jönnek, akik tisztában vannak vele, hogy itt valami gond van, szeretnék látni, hogy mi az a gond. Tegyük azért hozzá, hogy ilyenkor októberben ingyenesen vizsgálják a szemet egyes optikákban. Természetesen a kampányhoz csatlakozott optikákban a látásvizsgálat az ingyenes. Tehát akkor nem kell félnünk. Most egy pillanatra megragadt bennem, az előbb a szürkületről is beszéltünk egy fél mondat, vagy fél szó erejéig. Vannak sokan olyanok, mint például én is, hogy nem merünk már sötétben szürkületkor vezetni, mert egyszerűen annyira zavarnak, engem például zavarnak a fények, amik szembe jönnek, és a sötétben én abszolút nem vállalok például vezetést. Ugye erre esetleg van valami, mondjuk akkor jó, használjam a szemüvegemet, gondolom elsősorban, de hogy ezzel a szürkületi vaksággal, vagy ettől való félelemmel mit tudunk kezdeni? Hát elsősorban a szemüveget kell használni, hogy élesen lássuk. Másodszorban vannak már speciális vezetéshez kifejlesztett lencsék, és a lencséknek rétegek. Van egy úgynevezett tükröződésmentes réteg, amik a magas energiájú kék fényt, ami a xenon szembejövő reflektorokból, lámpákból, ezt a magas energiájú kék fényt kiszűri, nagyon szépen megtompítja, ugye ez nagyon tud zavaró lenni.
A másik pedig, hogy egy enyhe színezést is tesznek, egy speciális színezést a lencse felületére, az valami hihetetlen saját tapasztalatomból tudom mondani, sok-sok méterrel jobban, élesebben, kontrasztosabban látunk előre ezzel a színezéssel. Ezt szoktuk javasolni, hogyha valakinek ilyen panaszai vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk a vezetésen kívüli időszakban is egy másik szemüveget kell hordanom, és a vezetéshez külön? Lehetne ezt hordani külön is, de azért ez nem a legszebb ez a színezés. Igen, tehát azért hétköznap nem biztos, hogy az a legjobb viselet. Beszéljünk egy picit a gyerekeket és a felnőtteket érintő problémákról. Tehát, hogyha elmennek mondjuk a gyerekeknek, ugye azt szoktátok javasolni, meg sokszor mi is el szoktuk itt mondani vagy tanévkezdés elején, hogy azért az iskola kezdés előtt mindenképpen vizsgáltassák meg a szemüket, és a felnőttekről is egy picit beszéljünk általánosságban, hogy mondjuk milyen problémák lehetnek a felnőtteknél, amikor már ugye nem fejlődő állapotban vannak. Ha felnőttekkel kezdjük, akkor gyakorlatilag kezdjük ott, hogy 40 éves kor fölött a távoli dioptria és a közeli dioptria külön válik. Annak, akinek nem volt szemüvege, annak előbb-utóbb a közeli munkavégzéshez, monitorhoz szemüvegre lesz szüksége. Akinek pedig volt, annak más dioptria. Ezért mindenképpen érdemes egy látásvizsgálatra elmenni, hogyha azt érezzük már, hogy kicsit messzebb tartjuk az olvasnivalót, hogyha azt látjuk, hogy a monitor nem mindig éles, hogyha tévesztünk főleg az ilyen kerekbetűket, számokat, akkor valószínűleg valamilyen segítségre van szükségünk. Felnőtteknél a látásromlás az igazából már ott a szemnek a valamilyen megváltozása, hogyha távoli látásromlás van, ott a szemnek a valamilyen megváltozása, a törőközegek megváltozása miatt van, de ezt is egy látásellenőrzéssel, látásvizsgálattal ki lehet szűrni, hogy mi ez káros, kóros, nem kóros. Gyerekeknél ez egy érzékenyebb és nehezebb téma, főleg a kisgyerekeknél, hogyha a családban van apuka, anyuka, nagypapa, nagymama szemüveges távolra, tehát nem a közeliről beszélek, távolra, akkor mindenképpen érdemes már egész kisgyerekkorban megnézetni a szemét. Na, érdemes megfigyelni, hogy nem közelről olvas, közelről nézi a tárgyakat, akkor mindenképpen, hogyha esetleg nagyon koncentrál és behúz vagy kihúz az egyik szeme valamelyik irányban a párhuzamos vagy az egymáshoz megfelelő szögben való téréstől eltér, akkor mindenképpen szemorvoshoz kell vinni. Ugye iskolában, amit már említettem is, hogyha nem látja úgy a táblát, nagyon ráhajol a füzetre, akkor mindenképpen egy szemvizsgálatot el kell végezni a gyereken, és kiderül, hogy ez neki jó vagy nem jó, hát általában ilyenkor azért nem szokott jó lenni. Hogyha pluszos a gyermek szeme, és időben elkapjuk, és megfelelően van kezelve, megfelelően hordja tényleg a szemüvegét, akkor akár mire felnőtt lesz, vagy kiskamasz lesz, nagykamasz lesz, addigra akár ezt a szemüveget el is hagyhatja. Ha nem, akkor általában az egyik szeme tompalátó lesz, ami azt jelenti, hogy abban a szemmel nem lát élesen, igazából csak fényeket, mozgást lát, nagyobb tárgyakat, kikapcsolja az agy ezt a szemet a látásból, és ez már vissza sem fordítható. Amikor valaki jelentkezik egy vizsgálatra, akkor mire számítson, mik azok az alapvető dolgok, amiket ilyenkor néznek, és kell-e tartani bármiféle kellemetlenségtől? Semmi kellemetlenségtől nem kell tartani, egy szemvizsgálat az nem fájhat, hogyha ilyen irányban megyünk. Az elsősorban megnézzük, hogy ha van szemüvege, kontaktlencséje, hogy az milyen állapotban van, milyen dioptriájú. Ha látjuk rajta, hogy kellene rajta egy kicsit valamit javítgatni, akkor azt természetesen megtesszük, beállítsuk, hogy ne törje az orrát, fülét, ne csúszol le, ez megfelelő helyen legyen. A tisztításra is szoktunk javaslatot adni. Ugye most már ezek az új rétegek, amik a lencséken vannak, ezek elég érzékenyek a nem megfelelő tisztítószerekre, főleg az alkoholos tisztítószerekre, tudják károsítani, úgyhogy el szoktuk mondani, hogy milyen tisztítási módszerek vannak, hogy szép fényes legyen az a szemüveg, és jól átlássunk rajta. Ezen kívül, hogyha mindenképpen megnézzük azt, hogy a látása milyen dioptriára szorul adott pillanatban, ez van-e változás a mostani szemüvegéhez, kontaktlencséhez képest, majd megnézzük a szeme állapotát, nincs-e valami elváltozás a szemén, főleg idősebbeknél, egy szürkehályog esetleg, aztán mérünk egy szemnyomást, a magasabb szemnyomás az előjele lehet esetleg a zöldhályognak,
és a végén egy szemfenék vizsgálata, megnézzük, hogy a szemfenekében minden rendben van, nincs-e valami arra utaló jel, hogy nem tud egy magas vérnyomásról, egy cukorbetegségről, vagy elhanyagolt cukorbetegségről. Ha ilyet találunk, felhívjuk rá a figyelmét, vagy ha ne adj Isten bármi elváltozást a szemfenéken, akkor arra is felhívjuk a figyelmét, és szakorvoshoz irányítjuk. A kontaktlencséről is beszéljünk egy pár mondatot, hogy ki az, akiknek ajánlott. Egyébként például a gyerekeknek fejlődésben lévő szervezetnél ez ajánlott-e, és kik azok, akik mondjuk el tudják viselni, mert sokan nem is biztos, hogy el tudják viselni. Van egy kevés százaléka az embereknek, akik irtóznak attól, hogy hozzáérjenek a szemükhöz. Ők, nekik nem szoktuk javasolni a kontaktlencsét. Igazából, hogyha azért agyba ráveszi magát, akkor azért tudja majd hordani, meg főleg, hogyha motivációja van, hogy nem akar szemüveget hordani, akkor azért ez egy nagy motiváció. Kontaktlencsét gyerekeknek igazából 16 éves kortól szoktuk javasolni, akkor már azért benő annyira a fejük lágy, hogy be tudják tartani azokat a higiéniás utasításokat, ami muszáj egy kontaktlencsénél, odafigyelnek ezekre a dolgokra. Illetve ha sokkal korábban adunk kontaktlencsét, főleg nem napi, hanem havi cserélyű lencsét, akkor azért korábban fog megjelenni, mert előbb-utóbb szinte mindenki vagy az ápolószerekre, vagy a kontaktlencse anyagára allergiás lesz, és majd nagy felnőtt korábban nem tudja hordani a lencsét emiatt. Megjelent viszont egy új kontaktlencse a piacon, ez kifejezetten a mínuszos gyerekeknek van. Eznek a kontaktlencsének az a lényege, hogy azokat a gyerekeket, akiknek mínuszos a szemük, és ez a mínuszos szem ez folyamatosan egyre nagyobb lesz, gerjeszti magát, ezt minél jobban visszafogja, és minél kevéssé gerjessze. Először Magyarországon ez a szemüveglencsében jelent meg körülbelül egy éve. Már elég sok tapasztalatunk van róla, és nagyon jól működik. És emellé, ezt állandóan kell hordani egész nap, és emellé szoktuk javasolni ezt a kontaktlencsét a sportolásnál, vagy olyan esetekben, amikor valamiért nem tudja használni a szemüvegét. Ezt már egész kis fiatal kortól is szoktuk javasolni. Mindenképpen természetesen a szülőnek a erős közreműködésével, odafigyelésével, és hát ez egy napi lencse, tehát nem kell tisztogatni ezt, hogyha fölveszi, fönt van a szemben, és amikor leveszi, akkor ki kell dobni, úgyhogy itt sokkal kisebb a kockázata, mint egy olyan kontaktlencsének, ami akár egy hónapig is fönt lehet a szemem. Hát szerintem még nagyon sokat tudnánk beszélni a témáról, de majd legközelebb is várunk hasonló témákban. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hát a nézőknek nyilván nagyon fontos üzenet az, hogy vigyázzunk a szemünk világára, hiszen csak egy van belőle. Köszönöm szépen a meghívást, remélem tudtam segíteni a nézőknek is. Mi is köszönjük. Köszönöm. A következő percekben Séda Zoli kollégánk legújabb vicces, de annál tartalmasabb összeállítása következik, melynek témája ezúttal az immunerősítés. Csókolom tanárnő, ezen a héten sajnos még nem mehet, lázas, köhög, a félosztály benne van. Az igen. Ha vitaminokba gondolkodunk, akkor mindenféleképpen a D-vitaminra gondolnunk kell. Sokkal több D-vitaminra van szükségünk, és sokkal több funkciós a D-vitamin, mint ami az eddig volt a köztudatban. Tehát aki nem adta nyáron a D-vitamint a gyerekének, az nagyon sürgősen kezdje el adni. Ha azt mondom, hogy az alsós korosztályról beszélünk, akkor azoknak a gyerekeknek nyugodtan 2000 nemzetközi egységnyi D-vitamint lehet adni, a felsős korosztálynak pedig súlytól függő, hogyha erősebb, magasabb, akkor szinte felnőtt dózisokat is lehet adni. Napsugárzás, igen, intenzíven kiveszi a C-vitamin tartalékot a szervezetből, tehát a C-vitamint is el kell kezdeni pótolni. Nagyon fontos az, hogy a szülő adjon vizet a gyerekének, tehát fontos, és felhívja a figyelmet arra, hogy idd is meg, és ne üdítőket adjunk a gyerekeknek, hanem vizet vigyenek magukkal. Nagyon jó, hogyha izgulós a gyerek, akkor citromfűből csinálhatunk egy gyenge, vékony kis teját. De a rooibos, a vörös teja is rendkívül jó, azt is lehet nyugodtan élvezeti tejaként is. Esetlegesen egy kis gyümölcstejával lehet párosítani, hogy szívesebben megígja a gyerek, de mindenféleképpen valamilyen gyógynövényes teját adjunk, ha nem víz, és ne cukros üdítőt. Vannak olyan gyógynövények, amelyek például a felső légúti védelmet erősítik,
Ilyen az Echinacea purpurea, vagy kasvirágnak is hívják. Vannak nagyon jó olyan gyógynövények, a bodurrózsa kivonata például, ami szopogatós tablettában már, a gyerek, ha elszopogat, akkor több óra hosszán keresztül védi a szájnyálkahártyát a vírusok behatolásától. Csókolom tanárnőn, a szerencsére meggyógyult, úgyhogy holnap mehet. Matek dolgozat? Holnap. Csak nehogy visszaessen. Ez volt már az Együtt magazin, ha tehetik, tartsanak velünk legközelebb is, és használják ki ezt a szép őszi időjárást jó kis sétákra. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.